Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vandalizmus. Rongálják a szekszárdi Prométheus parkot. Választás. Mik a legfontosabb tudnivalók és határidők? Fontos beruházás. Szennyvízcsatorna rendszer épül Dombori Öregfaluban. Pályázati lehetőségek. Vállalkozások számára tartottak előadásokat Bonyhádon. Rögtönzött sajtótájékoztatót hívott össze Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, mert a felújított Prométheus parkban megszaporodtak a rongálások. Ezúttal a kövezetet érik atrocitások, ami sokkal súlyosabb károkat is okozhat az esztétikai hibáknál. Gyurkovics János nehezen találta a szavakat azt illetően, milyen elvek és célok is vezérelhetik azokat, akik a bazalt köveket kikaparják és a medencébe dobják. Korábban is voltak problémák a területen, de ekkora kárral a kecsegtető még nem. Problémát okozott az eddigiek során az erültetett növényeknek a kiszedése, eltulajdonítása. Talán, ahogy most már erősödnek meg a növények, erednek meg, talán ez befejeződik. Egy súlyos probléma jelentkezett itt a Prométheus parkban működő szökőkutnál. A szökőkutat körbevevő sétányba lévő köveket kiszedik, kikapargatják és a medencébe dobálják. Ez szerintünk minősíthetetlen magatartás. Drága pénzen kialakítottuk ezt a dolgot, és gyakorlatilag abszolút nem vigyázunk rá, nem törődünk az értékeinkkel, kárt okozunk, bonyodalmat. Mint elmondta, építőjellegű javaslatokat szívesen fogadnak, az efféle rongálás azonban elfogadhatatlan. A megbeszéléseken szóba került már egy köztéri kamerarendszer kiépítése, de ehhez a terület túl nagy. A hatóságokkal azonban együttműködnek. A rendelkezésre álló lehetőségeink közül mindenkit megkértünk erre dologra, felkértünk, együttműködünk a közterület felügyelőkkel és a rendőrséggel is. A rendőrség is erősített ellenőrzést végez, de vannak a napnak olyan napszakai, amikor ezeket a dolgokat meg tudják csinálni. Lényege dolognak mindenki mellé egy közterület felügyelőt vagy rendőrt állítani nem lehet. Hámori Szabolcs kivitelező megosztotta, hogy a felújítás több mint 80 millió forintból valósult meg, ebbe a gépészeti munkák is beletartoznak, és ha a kövek a rendszerbe kerülnek, az nem javítható. Egy ekkora értékre jobban kellene vigyázni. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Zöldváros keretében megvalósult burkolati rétegrendek azt tartalmazták, hogy ezek a térköves burkolatok roncsolás nélkül, hál' Istennek, bonthatóak. Ezeknek megvan az előnye is, itt sajnos a hátrányát tapasztaljuk, hogy ide jönnek önhatalmulag egyesek, és fölbontogatják az elhelyezett bazaltköveket, és beledobálják a medencébe. Ezzel jelentős károkat okoznak mind kivitelezőnek nekünk, mind pedig a városnak, és szigorúan véve saját maguknak is. Én szeretnék megkérni mindenkit, hogy kicsit jobban vigyázzunk a környezetünkre, és ne roncsoljuk az eddigi munkát. Az alpolgármester és a kivitelező is arra kér mindenkit, figyeljenek jobban környezetükre, mellőzzék a rongálást, hogy még sokáig élvezhessék a rendezett, igényes körülményeket. 2024. június 9-én tartják Magyarországon az európai parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választásokat. A választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról és határidőkről Zsikó Gál Klaudia, a szekszárdi helyi választási iroda vezetője számolt be. A választók április 19-ig megkapták azokat az értesítőket, amelyek a témával kapcsolatban minden fontos információt tartalmaznak. Ebből megtudhatjuk, hogy a szavazás napján melyik településen, annak melyik választókerületében és szavazókörében adhatjuk le a voksunkat. Másrésztről tartalmazza azt az információt is, amelyik fontos lehet, hogy akadálymentesítette az a szavazókör, ahol a választójogosult megjelenik. Ha és amennyiben nem akadálymentesített, úgy lehetősége van a választópolgárnak, hogy június 5-én, 2024. június 5-éig kérje, hogy a helyi választási iroda vezetője egy akadálymentesített szavazókörbe tegye át a névjegyzékbe, amely kérelmét a helyi választási iroda teljesíti, és az azonos választókerületbe akadálymentesített szavazókörbe kell áthelyeznie az adott választópolgárt.
A választásoktól függetlenül vannak olyan feladatok, amelyek a központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban folyamatosan végezhetőek. Ilyen egyik kérelem az, hogyha a választópolgár szeretné kérni valamely nemzetiséghez tartozását. Tudjuk, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény mellékletében 13 ilyen elismert nemzetiség van, melyhez tartozását kérheti a választópolgár annak érdekében, hogy aztán majd a nemzetiségi választásokon is részt vehessen. Fogyatékosságára tekint tettel is jelezheti a segítség iránti kérelmét a választópolgár, illetve azt is kérheti, hogy a névjegyzékben szereplő adatainak kiadását megtiltja, nem járul hozzá. Az Európai Unió tagállamában élő választópolgár kérheti azt is, hogy az európai parlamenti választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. A választási iroda vezetője ismertette továbbá, hogy az átjelentkezésre ezúttal speciális szabályok vonatkoznak. Az a választópolgár, aki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, az eldöntheti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a lakóhelyén, vagy pedig a tartózkodási helyén kívánja a választójogát gyakorolni. Ebben az esetben megteheti, hogy átjelentkezési kérelmet nyújt be, azonban ennek vannak törvényi feltételei. Az egyik feltétel az az, hogy 2024. február 11 napján a tartózkodási helynek érvényesnek kellett lennie. A másik feltétel, hogy ennek a kérelemnek, ennek az időpontnak, illetve ennek a tartózkodási helynek a kérelem benyújtása időpontjában is érvényesnek kell lennie, valamint 2024. június 9-én is érvényesnek kell lennie. Fontos tudnivaló még, hogy a mozgó urna igénylése elektronikus azonosítással június 7-éig nyújtható be, enélkül június 5-éig. A választás napján is mód van arra, hogy a választópolgár mozgó urnát igényeljen, de ebben az esetben már nem a helyi választási irodától, vagy a Nemzeti Választási Irodától kell kérni, hanem az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani a kérelmet. Zsikó Gál Klaudia kiemelte, hogy a választás.hu weboldal is tartalmaz minden releváns információt a választással kapcsolatban. A KTI Magyar Közlekedés Tudomány és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Közszolgáltatási igazgatósága megkezdte a 2024. decemberében életbe lépő 2024-2025. Évi vasúti és autóbusz menetrend tervezetének előkészítését. A közösségi közlekedés színvonalának javítása érdekében a társaság célja a menetrend módosítását igénylő javaslatok észrevételek összegyűjtése. Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata kéri a szekszárdiakat, hogy amennyiben az országos vagy regionális vasúti és autóbusz járatok közlekedésével menetrendjével kapcsolatban bármilyen észrevétel, javaslat merül fel, azt 2024. április 25-ig jelezzék az utasok. További információ Szekszárdváros Facebook oldalán érhető el. A magyar kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a rendőrség napját. Sárkányölő Szent György a lovagok, a lovaskatonák, a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje volt, napjainkban a cserkészek és a rendőröké. A fenntarthatósági téma hét egyik programja volt a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum 9. A és 9. B tanulóinak látogatása a Pörbei Ökoturisztikai Központban. Gemenc kincseinek megtekintése után kis gyalogtúrát tettek az erdőben, ahol az őzek és a vadisznók türelmetlenül várták őket és a magukkal vitele mózsiát. A témahét célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás, olyan veszélyek, amik fenyegetik földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. Szennyvízcsatorna rendszer épül Dombori Öregfaluban. Erről beszélt Bordács József, FAD polgármestere. A környezetvédelem miatt is fontos ügy a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, ezért sürgető ezt megoldani. Annak idején 1990-es években, amikor FAD-on megtörtént a szennyvízcsatornázás, akkor Dombori Öregfalu valamiért kimaradt belőle, és hát ez nagyon régi probléma. Hát ha belegondolunk abba, hogy itt az út túloldalán, az egyik oldalán van az Öregfalu, másik oldalon itt a FAD-dombori holtágunk, illetve nem messze Öregfalutól itt van a folyó Duna is, és ugye szekszárdi vízbázisnak itt vannak az ivóvíz kutyai is.
Öregfalu mellett nem messze. A településnek önereje nem lenne a rendszer kiépítésére, azonban a Paks és térsége közműfejlesztési társulásba bekerült FAD is. Ez már a Paks 2 beruházás kapcsán kapacitás bővítés kiépítésekhez kapcsolódóan. Ez azt jelenti, hogy FADdon is és Domboriban is lesz ivóvíz kapacitás bővítő beruházás is ebben, illetve Dombori Öregfalunak belekerült a szennyvíz csatorna rendszer kiépítése. A kiviteli tervek gyakorlatilag már kész vannak, az engedélyezés van folyamatban, és reményeim szerint minél előbb el fog kezdődni a kivitelezés is, ez teljesen állami támogatásból fog megvalósulni. 200-as, átmérő 200-as KG PVC csőből lesz a gerincvezeték, és 150-es KG PVC csövekből lesz minden ingatlanhoz 1 méterre telakatáron belül a beállás. A beruházás költsége több mint 100 millió forint lesz. Természetesen a lakók, az itt lakók nagyon örülnek, erről tartottunk az elmúlt héten egy lakossági fórumot is, és nagyon pozitívan fogadták természetesen ezt a fejlesztési elképzelést, és hát nagyon várják már, hogy megvalósuljon ez a beruházás. A polgármester szerint a beruházás az ingatlan árakra is kihatással lesz. A szennyvízcsatorna rendszer várhatóan 2026-ra készül el. A Tolna vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójának rangadóján a Dombovár csapat a hazai pályán 1-0 arányban legyőzte a közvetlen riválisnak számító Bonyhád alakulatát. A dombováriak így egy pontra megközelítették a pontvadászatot vezető Völgységi Gárdát. A mérkőzést a helyszínen tekintette meg Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Pintér Szilárd Dombovár polgármestere. 2024-ben Bécsben rendezte a Maraton Magyar Bajnokságot a Magyar Atlétikai Szövetség. Az osztrák fővárosban mind egyéniben, mind csapatban megvédte bajnoki címét a szekszárdi atlétika szakosztály. Szemerei Levente nagyszerű formában állt rajthoz és kiváló versenyt futott. 2 óra 14 perc 12 másodperces időeredménnyel országos bajnoki címet szerzett. Szőke Gergő tanítványa ezzel nem csak új egyéni csúcsot ért el, hanem Báncsa Dénes 1990 óta fennálló megye csúcsát adta át a múltnak. A 42 kilométeres távon a szakosztály tagjai csapatban is címvédőként álltak rajthoz. Zsigmond előtt 2 óra 40 perc 8 másodperccel a 8., míg ifjabb Cenc Péter 2 óra 41-41-jel a 11. helyen ért célba. Három fős csapatok 7 óra 36 perc és 1 másodperces összesített eredménnyel ismét a dobogó tetejére állhatott fel. Április 19-én pénteken tartotta a földnapját a Hölgyészi Általános Iskola. Idén 4 állomáson teljesíthettek különböző érdekes feladatokat a diákok. Volt plakátkészítés és kvíz kérdések a föld élővilágával kapcsolatban. A diákok a hulladékok lebomlási idejéről tudhattak meg információkat, valamint barangolhattak a világtérképen. A tornateremben pedig némi nyomozás után egy betűrejtvény megfejtésével megtudhatták azt a helyszínt, ahol kihívásos sportos feladatokat teljesítettek, illetve egy puzzle kirakása volt a feladat váltóversennyel. A program közös énekléssel zárult, ahol a földdalát tanulták meg közösen a diákok és a tanítók. A délután jó hangulatban telt, a gyerekek hasznos tudással gyarapodtak, eredményességükért az osztályok emléklapot vettek át. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Bonyhádon tartott fórumot, amely kapcsán a kis és nagy vállalkozások előadásokat hallhattak a digitalizációról és a fejlesztési lehetőségekről. Az előadássorozat bonyhádi állomásán a pályázati lehetőségekről, fejlesztésekről, valamint a megújuló energiaforrások beszerzéséről nyilatkozott Hornok Jenő, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési vezetője. Minden vállalkozás versenyképességének ezek az alapjai, azt gondolom, rá mozdulni adott esetben pályázati lehetőségekre, felismerni az ebben rejlő lehetőségeket. Digitalizáció abszolút versenyképességi szempont, tehát az ehhez való pozitív hozzáállás mindenféleképpen szükséges, és hát a megújuló energiaforrások azok nagyjából tényleg rendkívül fontosak, tehát egyre több vállalkozás ismeri fel az ebben rejlő lehetőségeket, és telepít napelemeket, hőszivattyúkat, amivel jelentős rezsiköltségcsökkentést tudnak elérni. A pályázatok tekintetében több opció közül választhatnak a vállalkozások. Gyakorlatilag most április hónapban 0%-os technológiai hitel, ami a közeljövőben megjelenik és elérhetővé válik.
Aztán én azt gondolom, hogy inkább a második fél évben jönnek majd a vissza nem térítendő támogatások. Én azt látom, hogy az idei évben inkább egyébként a feltételesen visszatérítendő pályázati lehetőségek lesznek majd túlsúlyba, illetőleg a 0%-os kamatkonstrukció beruházási hitelek. A cégek működési hatékonyságának növelése céljából több informatikai megoldás hangzott el Heiling Zoltán előadásában. Nagyon sokan félnek a digitalizációtól, főleg a kisebb vállalkozások, ahol csak néhány fő van, pedig igazából a digitalizáció nem cél, hanem eszköz. Arra szolgál, hogy a folyamatokat rendbe rakja és zártá tegye. Tehát nagyon sok esetben nem is tudja a vállalkozásért, a vezetőség sem, hogy mennyi információ és mennyi pénz veszik el azzal, hogy papírfesznyeken kommunikálnak, meg fejben tartják a dolgokat, akár kompletten a teljes transzakciók nem lesznek kiszámlázva, vagy elmaradnak, vagy a vevő nem lesz visszahívva. Emiatt nagyon fontos, hogy ha fejlődni szeretne egy vállalkozás, főleg olyan vállalkozás, ami éppen piciből nő nagyjá, akkor minél előbb vezesse be a digitális eszközöket az eszköztárába. A szakmai rendezvény célja, hogy bemutassa a vállalkozásoknak a pénzügyi, informatikai és energetikai alternatívákat. A Fusz János Zeneiskola jótékonysági koncertet adott Tolnán. A támogatói jegyekből egy zongorát szeretne vásárolni magának az iskola. Máté Néhep Andrea, a zeneiskola tagintézmény vezetője elmondta, a zeneiskola dísztermében egy közel 100 éves zongora áll, ami állandó karbantartásra szorul. A hangszert lecseréléséért gyűjtenek most. Ez nem könnyű, ugyanis egy jó minőségű hangverseny zongora 8-10 millió forintnál kezdődik, ezért nagy szükségünk van arra, hogy nagyobb cégek is esetleg támogatni tudjanak minket. Úgyhogy ez nem egy egyszeri, egy alkalmas projekt. Mondjuk úgy, hogy az 5 éven belül szeretnénk ezt megvalósítani. Reméljük, hogy sikerül. Ha nem, akkor is továbbra is szeretnénk gyűjteni, hogy a cél az, hogy mindenféleképpen egy új hangversenyzongorával bővüljön a hangszerparkunk. Bali Emma, a kórus tagja beszélt a felkészülésről. A közös éneklés számukra mindig különleges élmény, elmondása szerint nagy összhangban zajlanak le a próbák. Minden szerdán szoktunk kóruspróbát tartani, és mindenki nagyon lelkesen szokott énekelni, mindig bejárnak, úgyhogy ez nagyon jó a közösség. Ugye ma fogunk elsőként a kórussal énekelni, néhány dalt már énekeltünk, illetve az összeset, viszont szexárdon csak 2 vagy 3, nem tudom. Azokat fogjuk előadni. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya ismertette, mekkora hagyománya van az éneklésnek az iskolában, és beszámolt a kórus eredményességéről. A zeneiskolában a kórus élet már a 90-es években megteremtődött, úgyhogy nem sokára a 30. jubileumi hangversenyünkre készülhetünk fel. Legutóbbi eredményünk egy szexárdi éneklő ifjúságon történő fellépés volt, ahol az idei évben aranydiplomával minősítéssel végzett a kórus, és a rangos zsűri dicsérete alapján az év kórusa címet is elnyertük. A városban is rendszeresen fellépnek, ez a jövőben sem lesz másként. Május 25-én fogunk szerepelni legközelebb a városnapján, utána egy tanévzáró hangversenyt fogunk adni a Tolnai Katolikus Templomba, és hát reményeink szerint a következő évben is egy megyei rendezvényen részt tudunk venni, kicsit kimozdulni a megszokott környezetünkből, kicsit meghallgatni más kórusok munkáját is. Ez mindig nagyon tanulságos és előremutató, és nagyon lelkesítő a gyerekek számára, és ha sikerül, akkor a 30. jubileumi hangversenyt szeretnénk megszervezni. Az iskola és a támogatók is remélik, hogy sikerül mielőbb összegyűjteni az összeget a zongorára. A régió híreivel folytatjuk. Döntött a pécsi ítélőtábla, nem vonul börtönbe a csecsemőjét kirakó nő. Megújult a Siózsilip, 19 milliárd forintos fejlesztés érkezett Siófokra.
Másodfokon folytatódott annak a nőnek az ügye, aki buszmegállóban hagyta csecsemőjét még 2021. októberében. A vádlott tettét az ügyészség szerint súlyosabban kell megítélni, ami a büntetésre is hatással van. A védelem ezt tagadta. Végül a pécsi ítélőtábla döntött a büntetésről kedden. Rendőrségi fotók arról a fonyódi buszmegállóról, ahol újszülöttjét hagyta egy nő még 2021. októberében. A csecsemőt felöltöztetve, plétbe csavarva hagyta a helyszínen, akit egy kutyasétáltató pár talált meg. Ezért túlélte az esetet. Az ügyben kedden tartották a másodfokú tárgyalást a pécsi ítélőtáblán. Az ügyészség ragaszkodott az eset korábbi megítéléséhez. Továbbra is az az álláspontja az ügyészségnek, hogy a vádlott magatartása az egy minősített emberölés büntette kísérletének a megállapítására alkalmas. Ezért az ügyészség az első fokon kiszabott felfüggesztett börtönbüntetésnél súlyosabb ítéletet javasolt. A védelem szerint nem volt ölési szándék a nő tette mögött. Balatonkeresztúron történt ez az esemény, a szülés maga. Ugye a szülés az a WC-ben beleesett a gyermek. Ha ölési magatartás van, ott hagyja. Ez az első eset. Utána megmosdatta, kivette, megmosdatta, ellátta megfelelően. A köldögzsinór is rendben volt. Tehát innétől megint nincs ölési szándék. Aztán elvitte több kilométeren keresztül olyan területen, ahol nádassal szegélyezett, bárhol el lehetett volna hagyni. De ezt nem tette meg a nő, így az ölési szándék a védelem szerint nem valós. Így az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte az ügyvéd. A másodfokú ítélet végül helyben hagyta az első fokon született döntést. Az ítélőtábla indoklása szerint helyesen döntöttek korábban. Nem volt ölési szándéka a nőnek, igaz, veszélyeztette a csecsemőt, de nem akarta megölni. A vádlott személyében felismerhető társadalomra veszélyességgel, illetve a cselekménynek a tárgyi súlyával arányban álló büntetés szabott ki. Ezért egyetértettünk mind a szabadságvesztés büntetés mértékével, mind pedig annak a próbaidőre történő felfüggesztésével. Az ügy előzménye, hogy az ügyészség emberülés büntetének kísérlete miatt emelt vádat. Első fokon a kaposvári törvényszék a vádlott bűnösségét kiskorú veszélyeztetésének büntettében állapította meg, és őt egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztette. A másodfokon eljárt pécsi ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta, és azt helyben hagyta. Az ítélet jogerős. Nem üzemi területként, hanem új közösségi térként is funkcionál a felújított siófoki vízszintszabályozó zsilip és hajózsilip. A mintegy 19 milliárd forintból megvalósult vízügyi beruházásnak köszönhetően átépült a több mint 70 éves régi vízleeresztő zsilip. Helyét modern műszaki létesítmények vették át. Teljesen új vízleeresztő zsilip dolgozik már a Sió és a Balaton találkozásánál Siófokon. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése során új hajózsilip, valamint új üzemviteli épület is készült. Ezek a nagyműtárgyak váltották a régi, több mint 70 éves zsilipet. A mintegy 19 milliárd forintos beruházás az Európai Unió környezetvédelmi és energetikai operatív program, valamint Magyarország kormánya támogatásával valósult meg. Kulcs fontosságú műtárgya Balatonnak, hiszen az egész Balaton vízgyűjtésére hatással van. Árvizekkor leeresztjük az árvizet a zsilipen keresztül, és amikor meg nincs víz, akkor visszatartjuk, hogy a Balaton vízszintje a megadott határok között tudja mozogni. A Balaton egyik legnagyobb és legérdekesebb beruházása valósult meg a zsilip korszerűsítésével, hangzott el az átadó ünnepségen. A fejlesztés nem csak a vízügy, hanem a turizmus számára is kiemelten fontos. A korábbi elzárt terület helyett az új zsilip és környéke közösségi térként is funkcionálhat a jövőben. A kormány koordinálása mellett vízügyesek, hajósok, halászok és turisztikai szakemberek egységben dolgoznak azért, hogy a Balaton vonzereje az megmaradjon és lehetőség szerint növekedjen. És ez az összefogás
És ez az összhang eredményezi azt, hogy minden eddiginél eredményesebb szezon elé nézünk. A Balaton átlag vízállása jelenleg 122 cm. A vízügyi szakemberek szerint ez jó előjel lehet a nyári hónapokra, hogy nem megy 100 centi alá a Balaton átlag vízszintje. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Vandalizmus. Rongálják a szekszárdi Prométheus parkot. Választás. Mik a legfontosabb tudnivalók és határidők? Fontos beruházás. Szennyvízcsatorna rendszer épül Dombori Öregfaluban. Pályázati lehetőségek. Vállalkozások számára tartottak előadásokat Bonyhádon. Csütörtökön még kissé élénk, majd mérséklődő északnyugati légmozgás lesz jellemző. Változóan felhős napos időben bízhatunk. Kisebb eső előfordulhat. Valamelyest emelkedni kezd a hőmérséklet. Éjszaka csökken a felhőzet. A derült, fagyzugos területeken gyenge fagy is lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!